Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Én Tőke Márton vagyok, a Václav Felcsak Alapítvány projektmenedzsere. Szeretettel köszöntöm őket, Önöket az Alapítvány Felcsak Műhely című rendezvény sorozatának következő állomásán, mind itt az Alapítvány székhelyén, mind pedig otthon a képernyők előtt. Mostani estünk témáját az adja, hogy a világhírű lengyel sci-fi író, számtalan tudományos fantasztikus mű és esszé szerzője Stanislav Lem éppen tegnap lett volna 100 éves. Lem megkerülhetetlen alakja a 20. század irodalmának, műveit több mint 36 nyelven és több fordították le, és több mint 20 millió példányban keltek el. Munkái gyakorta túlmutatnak a műfaj egyébként is széles keretein, gyakran igen filozófikus színezetet kapnak. A technológia és az ember viszonya, a technológia kritika, az intelligencia természete, az ember-világ egyetemben elfoglalt helye mind-mind visszatérő témái Lem műveinek. A mai este során szeretnénk közelebb hozni a közönséghez a közönséget a szerző életművéhez, ebben pedig a meghívott vendégeink lesznek segítségünkre. Engedjék meg, hogy bemutassam az est résztvevőit, Jerzy Snopeket, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét Magyarországon, dr. Lovászi László, miniszteri biztos stratégiai elemzőt, jövőkutatót, aki a beszélgetés moderátori feladatait vállalta, Nemere István írót, műfordítót, illetve Képes Gábor költőt, sci-fi írót. Az est kezdetén azonban engedjék meg, hogy bejátsszuk Vecsei H. Miklós színész videóüzenetét. Az által alapított Pocket zsebkönyvek, ugyanis alapítványunk támogatásával idén újra kiadta Lem Solaris című leghíresebb regényét. Ennek kapcsán hallgassuk meg Vecsei H. Miklóst. Jó napot kívánok! Tiszteletem az egybegyűlteknek. Vecsei H. Miklós vagyok, színész, egyúttal a Pocket zsebkönyvek sorozat alapítója. A kis csapatommal 3 éve szerelmesei vagyunk ennek a projektnek. Összedugtuk a fejünket 3 évvel ezelőtt, hogy mi az, amit mi most, ahogy a közgazdászok és bizniszmenek piacirésként emlegetnek, mi az, amit mi értékrésként dobhatnánk be a mi generációnkba. És szerettünk volna egy olyan jelvényt, vagy egy olyan szimbólumot megalkotni, aminek a tulajdonosai és viselői azt vállalják, hogy megpróbáljuk megérteni egymás igazságát, akkor is, hogyha ez nehéz. És így megpróbálunk egy egymásra figyelő, kicsit színesebb ország képét felfesteni. És így esett választásunk erre a szép irodalmi zsebkönyv sorozatra. Szép színes kis könyvek vannak emberek kezében, tömegközlekedésen, emberek zsebében, az utcán, és nekünk az volt az álmunk, hogy ezek valahogy így szavak nélkül, de mégis szavakon keresztül összekössenek minket, és egy generációt, ami szeretne kibújni az előző generációk, mondjuk úgy, hogy ketté szakadt köpenye alól. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a Lengyel Intézetnek, hogy van lehetőségünk most ezen az ünnepen, egy beszélgetésen együtt részt venni, és bemutatni, ha csak pár percben is, Stanislav Lem Solaris című könyvét, ami jó rég jelent meg magyarul, Murányi Beatrix fordításában, ami egy több mint 40 évvel ezelőtti fordítás, de átnézettük szerkesztőinkkel, Grecsó Krisztián irodalmi vezetőnkkel, és azt mondta, hogy hát ez nem szabad hozzányúlni, egy tökéletes, tökéletes magyar szöveg. Így hát maradtunk a régi fordításnál, és ami benne a frissesség, hogy a szöveg mellett Barabási Albert László hálózat ábráival készültünk, vagy szerettük volna valami érdekes, asszociatív párhuzamot vonni a szöveg, a szövegtest és ezek között a zseniális ábrák és képek között. Igazából ennyi mondandóm lett volna, a lényeg benne a köszönet, hogy itt lehetünk. És nagyon remélem, hogy a Lengyel Intézettel elkezdett évről évre megújuló együttműködés az folytatódik, és hogyha jó Isten is úgy akarja, akkor terebélyesedni fog. Mindenkit sok szeretettel és jó kedvel üdvözölök. Ismét jó napot kívánok mindenkinek! Az előző bejelentkezésem az egy héttel ezelőtt készült, ugyanitt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Azóta én megjártam egy Erdély túrát, viszont visszatérve már
a Pocket Solaris kiadványa fogadott, ami egy gyönyörű kiadvány lett, nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Sajnos, amikor önök ezt a videót nézik, én már Győrben vagyok, de lélekben magukkal. Még egyszer nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Václav Felcsák Alapítványnak, hogy idén is lehetett egy közös együttműködés, egy közös kötet, aminek nagyon örülünk, így Pocket csapatostul. És mindenek előtt hadd olvassam fel Barabási Albert László előszavát. Talán az első sci-fi, amit olvastam, és a mai napig megkerülhetetlen számomra, Erdélyben gimnazistaként találkoztam vele. Ma is emlékszem azokra a hátborzongató éjszakákra, amikor Lem titokzatos óceánja uralta az álmaim. Újraolvasva értem, miért. A Solaris a megfoghatatlan misztikum regénye. Egy olyan világé, amely megismerhetetlen számunkra. Oda vezet el, ahol véget ér a szókincsünk, mert a megjelenése és a megnyilvánulása nem illeszthető bele a létező tudományos és filozófiai világképünkbe. Bár látszólag az óceán a főszereplő, a Solaris rólunk szól. A rejtélyes kapcsolatról az anyag, a szellem és a tudat között. Az ember tragédiájáról, amikor beteljesül az álma. Létrejön a várva vált találkozó egy teljesen nyilvánvalóan élő valamivel, és ráébred arra, hogy képtelen kapcsolatot teremteni vele. Hogy a szakadék áthidalhatatlan. Barabási Albert László, akinek egyébként a hálózatábrái színesítik a könyvet. Például mutatok egyet. És akkor most engedjék meg, hogy az első fejezet a megérkezésből felolvassam az első kis szakaszt. Megérkezés. Fedélzeti idő szerint 19 órakor búcsút intettem az akna körülállóknak, és lemásztam a fémlitrán a fülkébe. Éppen annyi hely volt benne, hogy a könyökömet fölemelhessem. Űrruhám csatlakozóját a falból kiálló vezetékbe illesztettem, a szkafander felfúvódott, és moccanni sem engedett többé. A fémburokkal egy testté válva álltam, vagyis inkább lógtam a levegő ágyban. Felpillantottam. A domború ablakon át az aknafala látszott, még feje pedig az akna fölé hajló madárt arca. De rögtön el is tűnt és sötét lett, mert leeresztették a súlyos védőkupolát. 8-szor egymás után felbuktak a csavarokat meghúzó villanymotorok. Aztán sziszegő hang jelezte, hogy levegőt bocsátanak a rezgés csillapítókba. Szemem lassan hozzászokott a sötétséghez. Már láttam az egyetlen mérőóra halványzöld körvonalát. Készen vagy, Kelvin? Hangzott a fülhallgatóból. Készen, Modárt, feleltem. Ne legyen gondod semmire, az állomás fogad, bíztatott. Szerencsés utat. Mielőtt válaszolhattam volna, fent valami csikorgás támadt, és a fülke megrázkódott. Akaratlanul is minden izmomat megfeszítettem, de aztán nem történt semmi. Mikor indulok? Kérdeztem. Zizegés hallatszott, mintha finom homok peregne a membránra. Már is repülsz, Kevin. Minden jót. Felelte Modárt közeli hangja. Még fel sem ocsúttam, amikor széles rés nyílt az arcom előtt, és azon át megláttam a csillagokat. Hiába igyekeztem fölfedezni köztük a vízöntő alfáját, amerre a Prométheusz repül. Nem ismertem a tejútrendszernek ezt a részét. Egyetlen csillagképet sem tudtam azonosítani, szikrázó por villogott a keskeny ablak előtt. Vártam, mikor kezd hunyorogni az első csillag. De nem vettem észre. Még egyszer köszönjük a lehetőséget. Murányi Beatrix fordításában olvastam ezt a kis részletet. Isten éltesse Stanislav Lemet és önöket is. További szép estét! Köszönjük szépen, mindenek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem vendégeinknek a jelenlétet és hogy elfogadták a meghívást. Rendkívüli emberről fogunk ma beszélni, és amikor én megkaptam a felkérést, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk a legjobban őt bemutatni, egy személyes életrajzra szeretnék mindenek előtt elmondani, vagy felolvasni, hiszen fontos, hogy ismerjük, hogy megértsük, hogy kiről van szó. Stanislav Lem,
pont 100 éve ezen a napon született, és 2006-ban hunyt el. Tehetős zsidószármazású katolikus családba született, édesapja vagyonos gégész, édesanyja pedig a háztartást vezette. Orvosnak készült 1940-41-ig, majd a náci megszállás alatt egy német cégnél dolgozott hegesztőként. A II. Világháborút követően a Jagellói Egyetemen befejezte orvostudományi tanulmányait, ám diplomát nem szerzett. Tanulmányait követően kutatási asszisztensként dolgozott, és klinikai pszichológiai kutatásban, erről majd talán beszélni fogunk a későbbiekben, kutatásomban vett részt. Ez egyúttal fordulópontot is jelentett életében, lényegében ekkor kezdett ez kifi témájú műveket írni. Első komoly regénye az Átváltozás kórháza volt, ami a lengyel kormány 8 évig nem engedett publikálni, csak 1956-ban. Az 1950-es évektől kezdve korábban szokatlan műveket kezdett írni, a legproduktívabb évei az 1960-as és 70-es évek voltak. 1953-ban nősült meg, ám egyetlen gyermeke csak 1968-ban született meg. Írt ismeretlen és a világot fenyegető járványról, például 1975-ben a Szénanátha című művet, ami azért érdekes, mert egy Olaszországban induló vírusról szól, és annak a rejtélyes körülményeiről szól, többek között számítástechnikai modellezéssel összefüggő cselekmény bontakozik ki, ami hihetetlenül érdekesen hangzik 1975 távlatából is. És a nemzetközi terrorizmusról is a Katar címmel írt művet. Egyik alapműve az 1964-ben kiadott Summa technológiai volt, ami azért fontos a mostani beszélgetésünk során, hiszen Solarisról most néhány gondolatot hallottunk, és majd az utolsó részében a beszélgetésben ki fogunk erre térni. A Summa technológiai című munkát azért szeretném felvetni, vagy elindítani a közös gondolkodás tekintetében, mint kiindulópont, mert ő azt mondta, hogy egyszerre két evolúció zajlik, az egyik a biológiai, amiről mindenki tud, és egy másik egy technológiai, vagyis egy technoevolúció. Ő megjavosolta a demográfiai robbanás, ami egy elsősorban a modern orvostudománynak a eredménye lesz az ő jövőjében, tehát a mostani jelenünkben, és azt állította, hogy az életkörülmények javításával a technológia az élet elsekélyesedésének eszközévé válhat. A tömegkommunikációs eszközök, a szellemi javak úgymond engedelmes megsokszorozóiból, ahogy fogalmazott, kulturális selejttermelők is irányulhatnak. Ebben a könyvben két külön fejezetet szentelt a tudomány mitoszainak, az elektrokrácia veszélyeiről, az elektronikus agyak hiteiről, valamint egy külön fejezetet szentelt a fantomológiáról, amelyben a mesterségesen kreált modellekről szól, vagyis ő azt állította, hogy a világok teremtéséről és információ tenyésztéséről, illetve automatikus univerzális plagizátorról is írt kimondva, hogy ezek algoritmusok. És végezetül azt állította, hogy mindez elvezet minket a kiborgizálás, lásd Elon Musknak ugye a agyimplantátummal kapcsolatos súly fejleményekre, illetve az önfejlődési gépek korszakához, vagyis az új generációs robotokhoz. Ennyit felvezetésképpen, és a vendégeimhez fordulnak, és szeretném megtudni, hogy a Summa technológiai kapcsán miért beszélhetünk párhuzamokról mondjuk Aquinoi Szent Tamásnak a Summa technológiai című 13. században született munkájával kapcsolatban, illetve Lem tudós volt, szkifi író volt, vagy filozófus volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a Fejcsek Alapítványnak. Már nem először van szerencsém itt hasonló szerepben lenni. Bár éppen ma ez a megtiszteltetés nagyon nehéz számomra. Ez talán furcsának tűnik, mert lengyel vagyok egyrészt, és irodalmár is vagyok, de a zin kalandom, így nevezhetem,
lemmel nem volt olyan egyszerű és egyértelmű. Hát holanisztikát is bizonyos időben, szociológiát is tanultam, tanulmányoztam a Varsói Egyetemen, és a holanisztikán nem volt, Lemmer híres volt, mondhatjuk, hogy világhíró is volt, de Varsóban a 70-es évek első felében a kötelező és nem kötelező olvasmányok ajánlott irodalom listáján Lem nem szerepelt. Lem nem szerepelt. Úgyhogy így fiatal emberre ez ilyen különös benyomást tett, mert valahogy nem tudtam, még kritikátlan voltam teljesen, most már kevésbé, nem tudtam ezt a sztereotípiát átívelni, és nem is volt nagy kívánságom fordulni Lem felé. Annak ellenére, hogy mindenhol Lem már jelen volt. És hát tessék csak elképzelni, hogy múlt században, ez szépen hangzik, 68-ban Lengyelországban mutatták egy Andrzej Wajda filmét, akkor, amikor Wajda csúcsformában volt, mondhatjuk. És a filmhez a forgatókönyvet Lem írt. A film címe magyarul, nehéz ezt lengyelul prekvadálni, ez mindenképpen magyarul összerakott ember, vagy ahogy a barátom, Engelmeier Ákos volt lengyel nagykövet Varsóban is, abban az időben lefordította ezt a forgatókönyvet, és azt a címet adta ennek a műnek, hogy a darabból várt ember. No, mindegy, ez részlet, de ez a film után egyébként egyetlen olyan adaptációja Lemnek, amelyet ő elismerte. Utána következett, hát talán 3-4 évvel később, most már nem nagyon emlékszem, mert nem volt időm tanulmányozni, de emlékszem saját tapasztalatomból, hogy ez lehetett 71-72, amikor Solaris című nagy Andrei Tarkovsky film jelent meg a lengyel mozikban, és én hát nagy híve lettem a filmnek, és akkor volt az életemben az a pillanat, hogy már semmire nem figyelve fogtam kezembe a könyvet. És akkor, hát sajnos ilyen tapasztalatok vannak, akkor a könyv nem nagyon tetszett. Most már sokkal jobban nem tudtam értékelni, nem voltam képes értékelni akkor a fiatal fejemmel. Hát ellenkező eset volt, így a Marcus hozzateszek, a Márquez 100 év magány című regénnyel,
amely akkor rendkívül tetszett, és amikor itt Magyarországon, hol is voltunk 2004-ben, Jászárok szálláson, elolvastam másodszor, 40 év, 30 év után, és akkor már nem tetszett. És visszatérve a Lemhez is már átadom a szavát, mert úgy gondoltam, hogy alig fogok szólni, de hát az ember gyenge lény, teremtmény. Tehát ez volt tulajdonképpen ez a paradoxon végig a Lemmel. Hogy világhíró volt, rendkívül népszerű sok országban, több országban. Szovjetunióban az egy legenda volt, az elképesztő lehet itt részletekbe menni. Németországban már nem tudom, körülbelül 10 millió mai napig példányban jelent meg. Végül 70-es évektől fogva angolul is megszólalt, stb. Stb. Lengyelországban is több millió példányban megjelentek a művei, de ő élete végig, amikor 85 évesen halt meg 2006-ban, élete végig, ahogy tudjuk, mert beszélgetések a Lemmel megjelentek most hatalmas könyv, akkor olyan, hogy is mondjam, hogy nem eléggé értékelik azért, mert ezt a műfajt művel. És mint filozófus, mint tudóst pedig, hát az nagy ambíciói voltak etéren is, de itt már nehéz elmondani, mert nem is a tudósok, nem is nem is láttak benne abban, amit etéren teremtett, hogy ez méltó legyen a kritikára, a tudományos kritikára, mert ez valóban, mint ahogy ilyen hősei is voltak, mint ez az Arisztides, vagy is főleg róla gondolkodom, mert ott ebben az alakban Lem is volt, és hogy ilyen görögös neve van, mert képzeljük el, Lem a 20. században, a 21. században úgy akart tevékenykedni, úgy akart érvényesülni, mint Arisztoteles, mondhatjuk. Hogy mindent, na de tessék már folytatni, vagy ellenkező. Nem Ele Istvánt szeretném kérdezni, hiszen nem csak népszerű volt, hanem nagyon termékeny is volt, és ugye ön is hihetetlenül nagy életművet tudott letenni az asztalra, rengeteg könyvet, rengeteg művet tette, és Lemmert ugye az FBI-nál Philip K. Dick, aki a Szárnyas Fegyverek című filmnek a alapjául szolgáló regényt írta, feljelentette, hogy nem lehet egy élő személy, hanem a kommunista bizottságnak a megrendelésére írja ezeket a műveket. Ön hon látja ezt? Hát ez egy eléggé ismert történet, legalábbis gondolom, hogy akik ide jöttek, azok már hallottak róla. Ez az amerikai író, akiről hadd mondjam meg mindjárt az elején, szerintem nem volt komplett, mert ő ezen túl, amit az előbb hallottunk, hogy azt képzelte, hogy miután sorra jelentek meg Lem könyvei, nem csak az Egyesült Államokban, hanem mindenfelé a világon, az előbb hallottunk egy röpke statisztikát, én még többről tudok, tehát valami 50 országról, és nem tudom hány nyelvről, és 45 millió példányról, végülis ilyen magasságban ez már mindegy. Na szóval először ez a
ez az illető író, a Ubik vagy Jubik szerzője többek között, amely könyv az én számomra eleve bizonyította, amit az előbb mondtam róla, mert olyan fura dolgokat írt. Na szóval ő először évekig azt terjesztette, hogy Lem nem is létezik. Ez egy kommunista országok összeadtak valamiféle sci-fi történeteket, hogy ezzel fellazítsák ideológiailag az Egyesült Államokat. Aztán később talán belenyugodott, hogy van egy ilyen ember, és akkor feljelentette őt az FBI-nál, és bármennyire is abszurdnak tűnik ez az egész, egy kicsit úgy illik ebbe a szifis világba, hogy ilyen fura dolgok történnek. A lényeg az, hogy addig áskálódott, míg Lem, aki előzőleg az Amerikai Szifi Írók Szövetségének tagja is lett, kirúgták. Egyszerűen megszüntették a tagságát, mert ez az illető ez annyit áskálódott ellene. Na most szerencsére ez nem ilyen jellemző ezekre a körökre, csak jelzi, hogy milyen indulatokat volt képes ébreszteni ez az ember, aki közben itt ült Kelet-Európában, ugye erről még lesz szó, ült itt Kelet-Európában, és teljesen ártalmatlan volt, bár biztos vagyok benne, hogy a lengyel titkosszolgálatnak volt róla egy ilyen szép nagy dossziéja, mert hiszen akkoriban mindenkit megfigyelték, akinek voltak külföldi kapcsolatai, akinek a könyvei külföldön jelentek meg, akinek bármiféle utazási vagy egyéb kapcsolata volt a nyugati, úgymond kapitalista országokkal, az gyanús volt. De ebben az egy esetben azt kell mondanom, hogy bizonyára egyáltalán semmi köze nem volt az egészhez, de mégis, ahogy ma mondják, megszívta egy kicsit, mert annyiféle ilyen ellenségeskedés volt vele szemben. Ugyanakkor mesélek egy másik egymondatos történetet, amikor egy Biurakán nevű helységben, ami a csillagászoknak sokat mond, ma Örményországban van, és ott voltak, ott rendeztek, de még régen, azt hiszem talán 60-as évek végén, 70-es évek elején, egy amerikai-szovjet csillagász találkozott, azok a csillagászok, akik valamiféle módon próbáltak hinni vagy terjeszteni azt, hogy léteznek idegen civilizációk. Az egyetlen nem amerikai és nem szovjet, akit oda meghívtak, az nem volt. És nagyon érdekes beszámolót írt erről valahol, már nem emlékszem, hogy hol. És a lényeg az, hogy ezek a tudós emberek egyetlen egy embert találtak akkoriban az egész világon, akit érdemes volt oda meghívni, akitől talán ők is megtudhattak valamit. Egyelőre maradjunk ennyibe. Képes Gáborhoz fordulnak, hogy ugye beszéltünk a szumma technológiai kapcsán, hogy mennyire fontos és kiinduló pontként tekinthető Lem tudományos, fantasztikus, elsősorban tudományos, de inkább fantasztikus, ami egyébként egyre inkább tudományos lett a utóbbi időben, hogy ma az napság ugye a legismertebb ilyen szerző, Yuval Harari, aki a Homo Deusnak a sikerszerzője, és a mi korosztályunk, legalábbis az enyém mindenképpen, hogy ő valóban Lem köpönyegéből bújt elő? Szerintem ez egy jó felvetés, mindannyian Lem köpönyegéből bújtunk elő, ezt mondhatjuk. Néhány évvel ezelőtt valamelyik ilyen népszerű internetes tudományos újságíró, és a népszerűt azt nem pejoratív értelemben mondom, nem is lehet pejoratív értelemben mondani, hanem dicsérőleg mondom, felfedezte ezt a könyvet, és rácsodálkozott, hogy hoppá, hát itt Kelet-Európában egy író hogy tudta interelektronika néven a mesterséges intelligenciát leírni, vagy szintén ilyen nagyon költői, kreatív elnevezésekkel, de a virtuális valóságokat hogy tudta megfogalmazni, és még egy kicsit kesereg is ebben a cikkben, hogy hát tulajdonképpen milyen kár, hogy Kelet-Európába született, mert hogyha Amerikába születik, akkor esetleg mi az, ami másként történik. Hát én azt gondolom, hogy a Stanislav Lem minden történelmi nehézség és visszáság ellenére a legjobb helyre és a legjobb időbe született. Tehát egyrészt egy nagyon jó nemzedékhez tartozott íróként, hát a sci-fi írók között
az Isaac Asimov, a Ray Bradbury, az Arthur C. Clarke volt ez a nemzedék, vagy egy icipicivel fiatalabbak közül a Árkágyi és Boris Trugacki a Szovjetunióban. Tehát ez egy izgalmas nemzedék, akinek egyébként a második világháború is egy alap élményük volt, ami azért Lemnek is egy fontos élménye, az antifasizmus akár. És azon túl, hogy egy nagyon jó nemzedékhez tartozott, szerintem ez a kelet-európaiság is hozzá tesz az ő művészetéhez. Annyit még ehhez el szeretnék mondani, hogy Lengyelország kapcsán semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy az bármilyen szempontból elmaradott lett volna a számítástechnika vagy a kibernetika világában. Mondjuk Amerikához viszonyítva lehetséges, de európai országként 50-es évektől volt ott számítógép, 60-as, 70-es években már számítógép ipara volt Lengyelországnak, az idősebbek talán emlékeznek az Odra nevű számítógépre, vagy a Mera nevű számítógépekre, tehát Lem nyilván követte. Voltak mindez a terem, nem? Teremméretűek voltak, és Lem műveiben is ilyen teremméretű gépek épülnek, vagy ezekről ír. Ő követte ezeket a tudományos eredményeket, és az az érdekes, hogy bár orvosnak tanult, de alapvetően leginkább bölcsész volt. Én a Kiberiáda című műve és egy abban leírt gép miatt az első digitális bölcsésznek tartom bizonyos szempontból, majd erre térjünk vissza. És mellette nagyon-nagyon mély érzéke volt a műszaki tudományokhoz, és tényleg amiben nagyon komoly mondani valója van, evolúció meg sok más mellett az a kibernetika, a számítástechnika. Igen. Szerintem térjünk át a következő nagy témakörre, ez pedig, hogy Lem helye, említetted, hogy Lengyelország is ugye tulajdonképpen vasfüggöny mögött ugye élt és alkotott, és egyúttal a zsidó keresztény kultúrában is alkotott. Kezdő kérdésem az, hogy Lem és későbbi második János Pál pápa ismerték egymást? Ismerték egymást, de túlzás lenne azt mondani, hogy Lem a legnagyobb barátja volt második János. Szinte egyidősek voltak, kortársa, mert hogy tudjuk, egy hív csak különbség volt köztük. Mind a kettő Krakóval nagyon volt nagyon közeli kapcsolatban, életük végéig. Viszont ha azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen mi is a Lem helye a lengyel kultúrában, mert talán az irodalom fogalma az túl szűk számára, akkor mondhatom azt, hogy két nagy ambíciója volt, hogy ő egyaránt tudósként és ilyenfajta filozofusként elismerést kapjon a szakmától és irodalomban természetesen is. És ami az irodalmat illeti, azt már említettem, de még arra szeretném utálni, hogy 1908-ban úgy volt már, mindenki tudta, hogy abban az évben lengyel író kapjon Nobel-díjat. És néhány olyan írót jelöltek, és köztük Lem is volt. Lem is volt. Ez persze, hát, hogy tudjuk, végül is emigráns, és valóban nagy író, és költő Miós kapta ezt a díjat, viszont Lem akkoriban, ezt arra is utal, hogy már milyen rangja
mindenek ellenére volt, mert hát mai napig itt különböző számokat itt mondunk, de lengyel források szerint több mint 60 nyelvre van lefordítva, azzal sem csúcstartó, mert Ryszard Kapuściński híres riporter, akinek hasonló nehézségei van, de csak riporter. Ő is jelölt volt egyébként a Nobel-díjra, de hát mindig az volt is, ő azt érezte, még azt mondta is, hogy ha én Nobel-díjra, én csak egyszerű riporter vagyok. Pedig, tehát valamiképpen hasonló. Két legnépszerűbb, és valahogy aláértékelt, nem tudom, underestimated, a lengyel irodalomban, külön az akadémikus körökben. Ez azt hiszem, ennek majd vége lesz és közeledik, mert ez nagyon jellemző, hogy egy valóban kitűnő irodalom történész, aki 70 körül, 1970 körül még kritizálta erősen Lemet, 11 néhány év után már hozzáfordult, és kért, hogy ilyen hatalmas, nem tudom, hogy van ez magyarul, lengyelül ez szó szerint, interjú folyamat készítse vele, és utána sok olyan tanulmányt írt, amelyek már úgy kezelik Lemet, mint egyszerűen nagy írót. Nem, hogy fantasztikus, tudományos, fantasztikus, szép írót, hanem írót. És tehát nem csak egy fiókban teszik, hanem egy írót. És ráadásul még egy olyan kitűnő, egyik legnagyobb lengyel irodalomtörténész, aki egyébként híres lengyel íróval, Gombrowiczsal foglalkozott főleg. Utána Lem volt a Gombrowicz után, Lem következett az ő munkájában. Úgyhogy látszik más konferenciákat rendeznek, és nem csak azok, akik sci-fi irodalommal, de egyszerűen irodalmi konferenciák. Úgyhogy talán van még arra esély, és ez már látható jelenség, hogy Lem már nem lesz, hát hogy fiataloknak, gyerekeknek, embereknek írt. Ami a mondjuk külföldi recepcióját illeti, az a jó anekdota Dickról. Hát egyébként én nem ismerem részleteket, nem olvastam ezt, amit Dick írt, de mindig gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy olyan irodalmi játék, hogy irónia van benne, nem? Mert tulajdonképpen Dick volt egyik, nem egyetlen, de nagyon kritizálta főleg amerikai sci-fi irodalmat, de Dick kivétel volt számára. És Dick
szintén, hát gondoljuk csak, Dick született 28-ban talán, 28-ban, tehát 7 évvel fiatalabb volt, mint Lem, és azt hiszem 82-ben, mert ez egy olyan szép számok, 28-82, akkor tehát 52 éves koromban meghalt. Több mint 30 évet keveset kapott a jó Istentől, és rengeteget írt, és rengeteget könyvet, komputerjátékot is csináltak. Úgyhogy hát biztos ír így nem lehetett. Pláne, hogy éppen Amerikában valahogy, ha jól tudom, mert lehet, hogy most az utóbbi években megváltozott a helyzet, Lemet mai napig nem értékelik elegendő mértékben. Ha jól tudom, akkor ehhez az is hozzájárult, hogy nagyon nehéz fordítani lengyelről angolra Lemet, de mint a sikerírót, a sikerszerzőt kérdezni Nemenyi Istvántól, hogy ha élne ma Lem, akkor mit kérdezne? Mi lenne a közös téma? Mi szeretne megtudni tőle? Mi az, ami adott esetben el szeretne tanulni tőle? Hát én csak egyetlen könyvét fordítottam végső soron, az utolsót, a Béke a Földön. De hát nyilván élve kint Lengyelországban, még mindenütt azért sokat hallottam róla, meg egyáltalán olvastam is a könyveit. Voltak itt olyan dolgok, amiket lehet, hogy most itt és most én kicsit ünneprontó leszek. Volt egy olyan dolog, ami nekem abszolút nem tetszett, ma sem tetszik. Az pedig az volt, hogy voltak éppen, ő pesszimista volt. Na most hát kérem szépen egyszerűen fogalmazva, egy sci-fi író ne legyen pesszimista. Annak előre kell néznie, és nem disztópiákat írni, vagy és mindenféle ilyen retteneteket, amik majd 10, 20, 30, 40 vagy 500 év múlva bekövetkeznek, és mind úgy végződik, mint ezek a, gondolkodom, milyen finom jelzőt mondjak, szóval ezek a kicsit idióta amerikai filmek, ahol mindig arról van szó, hogy a világ már összeomlott, összeomlott, már a föld alatt szervezkednek a valakik, és vagy idegen civilizációt tettünk el minket, vagy az emberiség önmagát. Nem, és ő nagyon tényleg pesszimista volt, és gyakran előfordul, amennyire most emlékszem, visszaemlékszem az elmúlt évtizedekben, amiket olvastam tőle. Mindig volt egy olyan mondat valahol, majd szinte minden oldalon, ami úgy odavágott az optimizmusnak, és egy kicsit úgy levitte a dolgokat, és ez abszolút nem tetszett benne. De ugyanakkor tudom, hogy nagyon nehéz ám a jövőt jósolni, ez visszakit érek a legelső részre a beszélgetésünkben. Onnan tudom, és most ez nem a reklám helye kivételesen, hogy 99-ben én is írtam egy könyvet, sajnos meg is jelent, az volt a címe, hogy a 21. század története. Tehát mindegy, előre megjósoltam ennek a századnak az eseményeit, önkritikusan meg kell jegyeznem, hogy már 21 év eltelt, de még semmi nem jött be azok közül, amiket jósoltam. És innen is tudom, hogy azért trendeket lehet csak jósolni, különben ő is ezt tette, trendeket lehet jósolni, de eseményeket nem. Személyeket sem lehet jósolni igazából, mert ki tudja, hogy mik születnek és milyen emberek születnek. Kicsit talán nem ide illik, de ha már a jövőről van szó, egy időutazós vicc jelent meg talán ma, vagy tegnap láttam a neten, hogy egy tudós boldogan kilép az időgépből, öreg tudós és nagyon lelkes, hogy micsoda nagy tettet hajtottam végre. Visszamentem az időben és megöltem Adolf Hitlert, mire a segédasszony. Az kicsoda? Vagyis ha megölte, akkor ugye elvileg már nem is létezik tovább. Na most rengeteg dolgot lehetne jósolni, de ő meg is tette. Viszont megint csak visszakanyarodok ahhoz, hogy ugye van a biológiai fejlődés és van a technológiai fejlődés. Csak ő még akkoriban, persze már kicsit előre látta, pont amit a nagykövet úr mesélt abban a történetben, ami valószínűleg ugyanaz, amire én gondolok. Erről mintha egy film is készült volna, és annak mintha az lett volna a címe, hogy kicsoda ön, Mr. nem tudom kicsoda, egy név volt még utána.
ahol egy bírósági tárgyalás zajlik, és arról van szó, hogy mennyiben ugyanaz ez az ember, mint volt x évvel ezelőtt, amikor állítólag valamit elkövetett. Mert közben kicserélték ezt, meg kicserélték azt a végtagját, meg ilyen belső szerveket kapott újat, meg mindenféle más dolgot, és az védőügyvédje azt bizonygatja, hogy hát ez tulajdonképpen hát nem is ugyanaz az ember, tehát nem lehet elítélni. Na hát erre célzok azzal, hogy látta a biológiai fejlődést, látta a technológiait, de ma már látunk egy újabb irányt is, ami a kettőt ötvözi, mert nem csak biológiai úton lehet az ember nem önmagát megváltoztatni, nem csak ezen úton tudja, hanem összekapcsolva a technológiával is, és nem csak arra gondolok, ami már 2000 éve működik, hogy van műláb meg műkéz, hanem sokkal bonyolultabb ez a dolog, az orvos tudomány fejlődése olyan, most egy frázist mondok, olyan dolgokat vetít elénk, amelyek abszolút hatással vannak, ha nem a távoli, a közeli jövőre. Már lassan a mi életünkre is. Hát az, hogy lombikból születnek a gyerekek, az egy óriási dolog, ha belegondolunk. Ahhoz képest, hogy előtte egy pár százezer évig ugye nem így születtek, és azért a java ma sem így születik, mint tudjuk, de a lényeg az, hogy felmerült egy lehetőség. És ezek a lehetőségek szinte napról napra szaporodnak, hogy az ember bele tud nyúlni a saját fejlődésébe, a saját evolúciójába, új irányokat szabhat neki, és elmegy egészen más irányba, mint valaki, akárki, ő is vagy más, ezt még 50 évvel ezelőtt egyáltalán el tudta volna képzelni. Tehát ő jó nyomon járt, mikor ezt a két különbözőt mondta, és célzott is rá, hogy ezek valamilyen módon ugye össze fognak folyni, de ebből a kettőből már egy olyan harmadik minőség kezd lenni, ami túlnőtt már a Lem profétai jóslatain is. Ez csatlakozva Lem valóban technopesszimista volt, vagy ami később nem múlik? Szociopesszimista is volt, mert ugye az emberi társadalom, ahogy itt el is hangzott az előbb, hogy olyan és sajnos igaza lett, mert itt olyan, annyira megy le a műveltség szintje, a tömegtájékoztatás és főleg a tömegszórakoztatás eszközein keresztül, hogy hát elég néha megnézni, hogy a kereskedelmi tévékben milyen úgymond szórakoztató műsorok vannak, hogy azoknak hol van a szintje. Már az ember minden egyes műsor után, amit kitalálnak, azt képzeli, hogy ennél lejjebb már nem lehet, és akkor pár hónap múlva ez vagy az, vagy a harmadik csatorna, elugrik megint valami olyan vetélkedével, ami nézhetetlen annak, aki egy picit is gondolkodik. Ha szabad hozzatenni egy feljegyzést. Hát, mert manapság sok látnokkal találkozhatunk, és azok léteznek Lengyelországban is, vannak híresek is, és jól keresnek, gondolom, de hasonlóan semmi sem valósul meg abból, amit jósolnak. Viszont ami a Lemet illeti, már hallottunk is, hát sok mindent, többek közt maga az internetet, ő már évtizedekkel ezelőtt elég pontosan előrelátott, és ez bizalmat költ abban, amit ír egyáltalán, ahhoz képest, hogy részletekben most nem lehet, mint Arisztotelesz, minden téren szakértő, ilyen profi szakértő. Ez természetes, mert tudjuk, hogy olyan mondás is van lengyelul, hogy aki sokat márkol, az keveset fog. De mégis az minden impozáns, hogy egy ember egy olyan hatalmas, sokrétű tudományt tudott szerezni és uralkodni ezen komoly mértékben. Viszont, ami a pessimizmust illeti, hát
Én, ahogy már említettem, már több mint 40 évvel később visszatértem a Solarisra. Most már sokkal nagyobb mértékben tudom értékelni, de látom ebben valami ilyesmit, amiről Pascal is írt, nagy francia tudós és filozofus, hogy ez az emberi maga, mint a világ egyetemben, a világ őrben. Na jó, most abba hagyom. Képes Gábortól kérdezném, mint a Neumann társaságnak egyik vezetője, hogy a tudósok hogy vélekedhetnek, vagy hogy vélekednek Lemről, és vagy ön hogy gondolja, hogy... Hát most informatikai szakirodalomban nem tudom, hogy mennyire hivatkoznak Lemre. Én szerintem ő köztiszteletnek őrben, tehát én őt egy kanonizált személyiségnek tartom. Nyilván alapvetően írónak tartom, de én szerintem abszolút elfogadott az ő munkássága. Viszont az eddigi beszélgetés nagyon zavarba ejtett engem, hogy pessimista-e Lem vagy optimista-e Lem. Valószínűleg Istvánnak igaza van, hogy vannak pessimisztikus megjegyzései, de inkább azt mondanám, hogy olyan perspektívából néz jelenségekre, ami nagyon szokatlan. Az egésznek a léptéke nagyon szokatlan. Ezt teszi egy kicsit költőivé is a Stanislav Lemet. Tehát én nem merném egyértelműen kijelenteni, hogy ő pessimista vagy optimista, illetve a pessimizmusát ellenpontozza az iróniája. Vagy néha szarkazmusa, igen, hogy az ő tudós szereplői csetlenek, botlanak, vetélkednek egymással, próbálják lekörözni egymást, néha a gépek fellázadnak ellenük. Tehát ez kétségtelen, ez valahol pessimizmus is, de azért lehet rajta mosolyogni. Persze, csodálkozunk, hogy az akadémikusok nem lehet, rendesek. Hogy lássan kiderül majd, hogy realista. Az van a pessimizmus, és az olyan nem erre István. Hát nem biztos, hogy ez a látomásai, ezek a látomásai a 21. századról nem érvényesültek, de várjunk 22-ig. Szerintem a legnagyobb embereknek szerintem a legfontosabb tulajdonsága az önkritika. És úgy gondolom, hogy Lem képes volt önkritikára is, hiszen 2000-ben, 6 évvel a halála előtt jelent meg a Szempillantások című műve, amiben reflektál korábbi úgymond jóslatai vagy előrejelzéseire, és néhányat kigyűjtöttem ezen az utolsó része a beszélgetésünknek, hogy mi az, ami bejött a Summa technológiából, vagy nem jött be. A legfontosabb 6 tétel vagy irány, amit mondott, szerinte végül is a nanotechnológia sokkal bonyolultabb, mint ahogy eredetileg gondoltam. Az öregedés és a halál az nem más, tehát a halál az evolúciónak a motorja, végül is erre a következtetése jutott, tehát nem élhetünk örökké. Földi állatok vagyunk, úgymond, és jobb, ha egyedül vagyunk, mert ezt a pesszimizmus egy kicsit kijött, hogy az emberiség, ha csak kiszabadul a naprendszerbe, vagy azon túl, akkor mire lesz képes, vagy mire jobb, ha nem képes. A mesterséges intelligencia kapcsán 2000-ben azt mondta, hogy nagyon korai még véleményt mondani, ugyanis, hogy mi a tudat, hogy mi a neurológiának a szorosabb, mélyebb összefüggései, attól még nagyon messze vagyunk, és hogy azt gondolta, hogy a biotechnológia kapcsán a sokféleség az nem más, mint az evolúciónak talán csak egy látszata, és harmadik evolúcióként pedig a transzbiológiai evolúció jön. Tehát sok minden mondott, értékét eltett a saját korábbi ítéleteire, és akkor zárásképpen, hogy mitől tartott Lem, és hogy mit üzen nekünk, és hogy igazából a robotika fejlődés és a hollywoodi filmek kapcsán ki is mennyit köszönhet neki, és akkor képes Gáborral ön kezdenénk ezt az utolsó költ, hogy akkor Hollywood mit köszönhet Lemnek. Hát én most már hagyományát teszem, hogy nem pont arra fogok válaszolni, amit kérdezel. Ebben szerintem ezt mesteri szintre emeltük ebben a beszélgetésben, de hát Hollywood is nagyon sokat köszönhet Lemnek, a
Interstellártól kezdve egy sor film jut eszembe, amely hollywoodi film, de Lemmy gyökerekkel rendelkezik, és hát magát a Solarist is újraforgatták, mondjuk én egy merész próbálkozásnak tartom, és igazán nem is tetszett az amerikai verziója, mert az Andrei Tarkovsky féle Solaris az szinte számomra a Kubrick 2001 űrodüsszeájának a keleti blokkbeli párja, annyira grandiózus, és annyira megint csak azt kell mondjam, hogy lírai film, tehát én szerintem kár volt újraforgatni, de Lem azért benne van abban az értéktárban, amiből a hollywoodi film is merít. Úgyhogy én tényleg tisztelettel adózom a munkássága előtt, és nem bírom ki, hogy ne hangozzék el a beszélgetésben a Kiberiáda, és annak a zseniális szerkezete az Elektrubadúr, mert ő készített egy versíró számítógépet, egyébként ebben az irodalomtudomány őt egy picivel később aztán, hogy fogalmazok, megvalósította ezt az elképzelést, tehát ilyen versgenerátorokat valóban készítettek, de ezt ő még úgy írta meg, hogy több emelete magas ez az elektrubadúr, és ilyen fémfolyosókon szaladgálnak körülötte, és javítgatják belülről, tehát az ember az a gépben van. Én ezt egy megint csak egy nagyon szimbolikus írásának tartom ezt az egész Kiberiádát. Nyilván a saját korából, meg a saját technikai feltételeiből indult ki, de az ember-gép kapcsolatot azt nagyon szellemesen tudta bemutatni. Nem mellé oda tesszük Isaac Asimovot, akkor gyakorlatilag nem marad a nyugatnak semmi, nem? Tehát hogy mit gondolod, hogy akkor lennek mi a öröksége és mi a jövője? Jó kérdés, de egy pillanatra még válaszolok Gábornak, hogy nem tudom, hallottad-e már 4 vagy 5 évvel ezelőtt Japánban rendeztek ki egy irodalmi pályázatot, verset, és az első 10 között 2 robot volt, akik, mint utólag kiderült, azok most így nevezte, ő így nevezte. Tehát egyszerűen mesterséges intelligencia tudott olyan lírai verseket is szerezni, amik fel tudták venni a versenyt az ember szerzőkkel. Na igen, ez a kérdés nekem azért jó, mert szerettem volna beszélni arról, hogy Lemnek van egy hatalmas érdeme, amit talán észre sem vesznek, lehet, hogy valaki észrevette, hogy olyan volt, mint egy traktor, ami húzza maga után az összes többi szerzőt, de magát a műfajt is, legalábbis itt Kelet-Európában. Mert őre lehetett mindig hivatkozni, itt nálunk is, meg máshol is, 70-es években azért nem olyan egyszerű sci-fivel kilépni a színpadra, de ha azt mondtuk, hát kérem szépen, ott van egy szocialista országból van, ő is, és lám, milyen híres, már később. A szovjetek is megfilmesítették az egyik könyvét, és akkor ez sokat jelentett, túl azon, hogy egy csomó ember tényleg olvasta, és elkezdett írni, gondolom, hogy csomóan voltak ilyenek 70-es években is, már mikor nálunk is úgy kezdett jobban elterjedni a Lem kultusz, hadd mondjam így, akkor már jöttek a többiek, és ahogy hallottam Oroszországot, akkor még Szovjetunióban is, nagyon sokat dobott azon, hogy van itt egy, aki itt van a mi táborunkban, úgymond, de lám milyen híres lett, és a műfajt húzta maga után, egy csomó ember elkezdett ekkor írni. A másik dolog, hogy Lengyelországon belül is a lengyel sci-fi irodalomban, ő tényleg olyan volt, mint az előbb említett traktor, ami húz egy barázdát, aztán húz még egyet, és harmadikat, és 128-at, és akkor a barázdából kinőnek, kérem szépen, olyan nevek, amik talán aki foglalkozott ezzel, annak ez nem lesz ismeretlen, Janusz Zajdel, vagy Adam Hollanek, vagy Krzysztof Borúny, és még volt egy pár, 10-20 legalább, akik ezen a hullámon jöttek fel, és ne értsük félre, tehát nem arról volt szó, hogy olyan parafemberkék, akik ugye mindig fennmaradnak, soha süllyednek el, hanem olyanok, akik tényleg lement tanultak, talán akkor is, ha ezt maguk nem vallották be, de a Lem példája, és ahogy ő írt,
És ugye egyáltalán van egy ember, aki ilyen híressé tudja tenni a tudományos fantasztikus irodalmat. Ez nagyon sokat jelentett szerintem. Ugye a lengyel Szájmnek a döntése alapján az idei év Lem év, és hogy mihez kezdhetünk Lem örökségével? Hát igen, ezt meggondolkodtátok, hogy az idén, tehát a 2021. év, Lem év, a lengyel Szejm döntése alapján, bár századik évfordulója, úgy szintén, mint Lemnek, van csodálatos költőnek, aki 23 éves korában halt meg hősi halált a varsói felkelésben, 23 éves kor. Nagy ígéret, és másik 21-ben még 200 ezer évvel ezelőtt Nagy Norvid született. Tadeusz Rózsevics egy időben, egy évben született Lemmel, és nem Rózsevics, nem Baczynski, nem Norvid, hanem Le. Lehet, hogy ez egy jó jel, hogy reha ilyen, lehet arról így fogalmazni, hogy rehabilitációja folyamodik. Sokáig kell élni, és akkor megéri. Igen. Hát nem keveset ért, én is szeretnék ennyit élni. Viszont az öregsége még a kutatókra vár. Mert gondolom, csak nem csak Lengyelországban, és nagyon szépen itt nem erre is van, ezt már megmondta, de tulajdonképpen világszerte mondhatjuk, hogy Lem, mint egy olyan jelenség, aki túlment a műfaj határain, és rendkívül népszerű is lett az olvasók számára és az írók számára, hogy még kiderül majd, hogy rengetegen, sokat Lemnek köszönhet. Ami nagyon tetszik nekem ez a paralel, nem is gondoltam róla, a Solaris és a Kubrick kosmikus odüsszeia, igen, bocsánat, között, és még Tarst, már a végéhez megyek, a Tarkovsky Solaris, hát annál inkább Söderbergh, Steven Söderbergh, klónival, vagy ilyesmi. Ez a éppen inkább hollywoodi produkció 2002-ben, azt hiszem. 2002-es? 2002-es, ugye? Keletkezett. Nem tetszett Lemnek, mert azt mondta például Tarkovszkijról, hogy ott nem kellett Dosztojevszkit is beletenni, hogy a főhős az csak lelki furdalásait. Ez nagyon érdekes. Érdekes is lenne paralel a bűn és bűnhődés is, mondhatjuk, a Lem néhány regénye között, mert Solaris különbözőn már erre már céloztam, hogy hát igen, azt lehet érezni, hogy ez a nagy
félelem, ez a, nem tudom magyarul jó szót, ez a fogamarta, hogy van. Rémület, mester. Rémület, ahogy az ember egy hatalmas világőr, ahol szinte egyedül van, ahol ő ott, hogy mit érez, stb. Viszont az, ami Lem véleménye ellenére, ami talán problémát jelent a regényeiben, hát most a beszélgetéseit félretesszük, az, hogy talán túl sok nem kiegyensúlyozott arany a ilyen tudományos, az ilyen tudományos anyag, és az ilyen, mondhatjuk, pszichológiai, stb. Elemzés között. Én csak annyit tennék hozzá, hogy állítólag Lem, mikor elolvasta még csak a forgatókönyvet, már mint az Oderberg-féle változatot, akkor köszönte szépen, és a filmet nem is látta soha. Igen, is így tudom. Csak a szovjet változatot, azt már nem. Hát, uraim, köszönöm szépen a mostani beszélgetést, és köszönöm, hogy az értékes gondolataikat megosztották velünk, és a képernyők előtt ülők számára is, és nagy megtiszteltetés volt önöket moderálni, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Én még off record kihasználom azt a helyzetet, nagyon örülök, hogy volt olyan lehetőségem, esélyem, hogy egy olyan óriással találkozhatok, mint Nemere István. Ez nem csak arról van szó. Kihozom magam, és kívül. Hát ez csak azon attól aggódom, hogy lesz-e, akad-e olyan kutató, hogy el tudja olvasni mindent, amit Nemere István írt. Mert Lengyelországban is van, még hozzá 19. században élt, 1812-1875 évet ért, József Ignácy Kraszewski, aki bizonyos ideig a Guinness könyvben szerepelt, mint az, aki legtöbb könyvet írt. Most már ő... Turszalnyalta. Nem, erre is fel turszalnyalta őt régen. Nem tudom, már talán 800 körül. Még nem. 77. De majdnem. De 70, 770. És ráadásul még, ha jól tudom, még több mint 50 szkifi, vagy szkifi, nem tudom. Ezt akartam mondani, hogy ha csak a triton... Hát nem ennyit nem ír. Ha csak a triton gyilkosságokat írja meg az István csak a 70-es években, akkor is ezt a tapsot megérdemeltem. Csak ezt, mondani. Igen, hogy ezen valahogy ezt ki kell hozni, hát, felhozni. És hát ennek a kritikának kell, magyar irodalmi kritikának is nagy feladat. És én különösen hálás vagyok is Nemere Istvánnak, mert a lengyel irodalom azok közé tartozik, amely érdeklődéske, és amely köszönheti Nemere Istvánnak a kitűnő fordításait. Úgyhogy nagyon köszönöm. Köszönöm. Csak annyit fűznék hozzá, hogy a Kraszewski, hogy elhelyezzük, az volt a lengyel Balzac. Rengeteg, mint az öreg igen. Duma, rengeteg történelmi... Még az öreg Duma, ő is igen, hasonló. Igen, igen, nagyon hasonló. Hát mennyiség köszönöm, hogy szép szavakat, de... Igen. Viszont Sienkiewicz, ő volt például Franciaországban,
a 9. és 20. évfordulóján úgy nevezték őt, hogy Le Roi de Tirage, mert ő a legolvasottabb író volt bizonyos időszakban Franciaországban. Bár gondolom a nevét nem tudták kimondani, de se baj. Ez lengyelkes magyarokkal egyformán előfordul. De a másod nevét Henri, az volt. Köszönjük szépen! Köszönjük.